Szombaton készültek ezek a fotók Nyíregyháza határában, a hulladékkezelőközpontban. Az Éjszaka Földi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szakemberei a Vármegye székhely belterületén végeztek aznap házhoz menő hulladékszállítást, a begyűjtött lomot pedig a szabályoknak megfelelően a beton hulladékkezelő felületre terítették. Ez a lomhulladék volt az, ami öngyulladás folytán lángra kapott, az elég egész felületén elterjedt, kb. 500 négyzetméterre terjedt ki a tűz. Hogy konkrétan mi okozhatta, hogy kigyulladt, sajnos ezt nem tudjuk. Az az igazság, hogy ebbe a lomtanítási hulladékba sajnos mindenféle hulladék benne lehet. Valószínű valamilyen vegyi anyag léphetett reakcióba, úgy keletkezett a tűz. A tűz észlelését a visszanézett kamera felvételek alapján egy 10 percen belül észlelték a kollégák. Egy következő 10 percen belül kint volt a tűzoltóság is, úgyhogy ők sikeresen eloltották a tüzet még aznap délután. Szombat éjszaka az éjak által biztosított tűzőrség felügyelte a területet, hogy amennyiben újraindulna a folyamat, kellő időben tudjanak reagálni. Ez az öngyulladásos eset nem egyedi. Sajnos gyakori, szokták mondani, hogy hulladékkezelőkben csak olyan van, hogy ahol már volt tűz, meg ahol lesz tűz. Sajnos ez a lomtalanítási hulladék, bármit próbálunk vele, sajnos minden éven majd, hogy nem van egy ilyen tűzesetünk. Újabb ötletekkel fogunk előállni a következő lomtalanítási szezonra, hogy tudjuk ezt elkerülni. Most néhány száz köbméter hulladék égett el, ami ebből megmaradt, azt a hulladék lerakó depóniára fogják szállítani. Azonban, ha az öngyulladás már a depónián következett volna be, több hektárnyi terület égett volna. Ezért is fontos külön gyűjteni és kezelni a veszélyes hulladékokat, például akkumulátorokat, növényvédőszereket vagy tisztítószereket és azok csomagolásait is.